A tavaszi szezon első bajnoki meccsén hatalmas izgalmak közepette 25-25-ös döntetlen született a maros Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület és az Abonet csapata között. Ezzel megvan a makói lányok első döntetlenje, és mivel a Gyula győzött, pont hátányba kerültek a békés megyeiekkel szemben. Az éllovas üldözésére szombaton lesz lehetősége az mnks nek A kilencedik helyen álló túrkevéhez látogatnak. Nekik három győzelem mellett hét vereségük van és egy döntetlen tudtak elérni. A találkozó szombaton 15 órakor kezdődik a Jász Nagykun megyei városban. Nem sikerült jól az új edző Pásztor István bemutatkozása a Makói kézilabda klubnál. A csapat átaludta az első fél időt a Békés Csaba ellen, és a nagy hátrányt már nem tudta ledolgozni a folytatásban, így 24-27-re kikaptak. A táblázaton egy helyet rontottak, most már a hetedik helyet foglalják el. Hétvégén sem számíthatnak könnyű meccsre. Az a martfű érkezik a városba, amely ősszel öt góllal múlta felül a Makót, és a tabellán az ötödik helyen áll. A Makó KC martfű mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a városi sportcsarnokban. A találkozó felvétele hétfőn este, negyed héttől látható a Városi Televízióban.